Tiszta Szívek mozgalmának a célja, hogy a fiatalok egy iránymutatást kapjanak majd a későbbi életre, hogy lehet szépen megélni egy párkapcsolatot, illetve majd azután pedig a házasságot. Tehát értékeket közvetítenek a szervezők, illetve az előadók. És azért tartom fontosnak, mert a mai világban azért a média nem keresztényi dolgokat súlykol, főleg a fiataloknak, és itt az előadások során pedig jó példával állnak elő. A tisztaság azt jelenti, hogy a saját szexualitásunkat mindenek előtt megpróbáljuk integrálni az egész életünkbe, testi, lelki, pszichés életünkbe. Mindenek előtt arról szól, hogy ezek az óriási vágyak, amik bennünk vannak, a helyükön legyenek, és mindenkinek a hivatásának megfelelően azon a csatornán keresztül nyilvánuljanak meg, és teljesedjenek be, ahogy azt az egyes ember hivatása megengedi. Tisztának lenni annyit jelent, hogy ezt az óriási ajándékot integráljuk az életünkben, és úgy használjuk, ahogy azt úgymond kell, ahogy az úgymond a legboldogítóbb nekünk és a körülöttünk lévőknek, ahogy azt a teremtettségünknél fogva megélhetjük. Ez nagyon fontosnak találom, hogy a fiatalokat ilyen irányba tereljük, és tényleg rájönnek arra, hogy a mai világban sok fiatal, amilyen erkölcsi normákat vall, az nem jó. És tényleg ezen változtatni kell. Hát ez legfőképpen hogy a családban, Renáta atya is felhívta erre a figyelmet, hogy ez legtöbb minden probléma, főleg a családból származik. Megvan egy bizonyos alap, ami jelen esetben egy család, akkor ugye nagyon rossz irányba már nem indulhat el az ember. Amikor a fiatalok például küzdenek a szexualitásukkal, küzdenek azzal, hogy a párkapcsolatban hogyan éljék ezt meg, akkor ott a gyökér problémák között ott van a magány. Azért mennek bele sokszor olyan fajta kapcsolatokba, amikben nem kéne, mert rendkívül magányosnak érzik magukat, és magány motiváltan megélni a szexualitást, az kizárólag romboló hatású lesz. Szerintem ez akár valláson kívül is egy fontos dolog, bár erkölcsileg fontos dolog, az, hogy nekem fontos a tisztaságom, hogy nem adom oda bárkinek magamat, mert jobban tisztelem magamat ennél, és számomra ezért fontos ez a mozgalom. És igazából nagyon sok témában, ami érdekelt korábban is, sokkal mélyebben belátok a témába, és ez is fontos szerintem, hogy ne csak felületesen beszéljünk dolgokról, hanem az előadások meg a tanúságtételeken keresztül jobban belássunk a témákba, igen. Nincs ezen a világon senki és semmi, aki ezt a legmélyebb magányomat el tudja venni, az egy óriási lehetőség megnyílás az Istenre. Mert itt kiderül megint csak, hogy egyedül ő az, aki ezt a legmélyebb magányt a maga teljességében be tudja tölteni, és csak ő, és senki más ezen a világon. És ez nyilván nem jelenti azt, hogy ha őt megtaláljuk, akkor innentől semmi szükségünk nem lesz emberi kapcsolatokra. Nem. Pontosan ez azt fogja jelenteni, hogy az emberi kapcsolataim működni fognak, hisz ők innentől kezdve nekem nem Isten pótlékok lesznek. Nem a magányomat ideiglenesen érzéstelenítő eszközök. Mert így is használhatjuk úgymond egymást. Amikor tudom, hogy ki az, hogy egyedül Isten az, aki ezt a legmélyebb magányt elveszi, akkor fognak a kapcsolataim egyre boldogabbak lenni és működőképesebbek. Nagyon fontos ez a tisztaság, amiről szól valóképpen az egész, és tényleg nekünk vigyázni kell erre, mert ez egy érték, amit nem mindenki tud, nem mindenki tudja, hogy hogyan kell rá vigyázni. És valaki otthon például nem tudja, otthon nem olyan neveltetést kap, ami szerint ezt tud rá vigyázni. Ezért mondjuk azt, hogy a magány az egy negatív szó ebből a szempontból, és megtanulunk egyedül lenni, egyedül Istennel. Az egyedül lét itt azt jelenti, hogy tudatosítom, hogy senki és semmi más ezt a legkínzóbb, legmélyebb magányt nem tudja elvenni, egyedül Isten. És megtanulok vele egyedül lenni, és így leszek igazán közösségi ember, így fogok tudni igazán a családban bennélni, így fogok tudni igazán az embertársaimmal kapcsolatot létesíteni. Annyira én nem vagyok ilyen meghatódós típus, de az a pillanat, amikor mondjuk a fogadalmat tettük, és kínáltunk az oltár körül, és együtt mondtuk a fogadalmi szöveget, az egy olyan pont volt, hogy tudtam, hogy az a életem elkövetkezendő részeiben is meg fog határozni, és
az, hogy megtettem ezt a döntést, ez a későbbiekben is hatással lesz rám. Amikor valaki fölvállal egy értékrendet, az ne csodálkozzon, úgymond, hogy záros határidőn belül egy nagyobb közösségen belül mondjuk magányosnak fogja magát érezni. És itt van az a magány, amire azt mondjuk, hogy igen, a szentek magánya, a nagyok magánya, a zsenik, a művészek magánya, igen, akik a meg nem értetteknek a magánya. Igen, ez ott van, és ezt viszont nagyon sokszor vállalni kell, hogy az értékrendemmel, a hitemmel, azzal, amit igaznak tartok, egyedül maradok mondjuk egy közösségben. Egyedül maradok egy ilyen nagy társadalmi közegben. Igen, ez az a fajta magány, amit lehet vállalni, és ez természetesen nagyon fájdalmas lehet néha, de vállalható. Azzal a tudattal, hogy igen, én amit vállalok, amellett ki akarok tartani, én azt értéknek tartom, és nem csodálkozom azon, hogy ez nagyon sokszor egy magánnyal jár. A magány ebből a szempontból is beépíthető az életünkbe, és nem fog bennünket tönkretenni, amikor tudjuk megint csak, hogy Isten ott van, aki ezt a legmélyebb magányt elveszi, de közben emberileg érezhetem magam egyedül. Közben emberileg érezhetem magam magányosnak, de ott legbelül érzem viszont, hogy nem vagyok egyedül, és nem vagyok magányos, még emberi szinten ez nagyon sokszor előfordulhat, akár életem végéig, főleg azoknál, akik nem állnak be a fősodorba. Főleg azoknak, akik azt mondják, hogy én nem fogok az árral úszni. Én vallok valamit, én kitartok valaki valami mellett. Ez tuti, hogy egy magánnyal fog járni, egy magányérzéssel. De ez vállalható, főleg annak, akinek stabil Isten kapcsolata van. És vannak körülötte olyan emberek, akik szintén vállalják ezt, akik szintén ezen értékrendek mellett ott vannak és támogatják egymást. Azt hiszem, így lehet ezt kibírni, de ez vele jár. Tehát ez az a fajta magány, ami biztos, hogy nem kerülhető el azok számára, akik radikálisan ráállnak egy értékrend követésére.